áldás, békesség. Minden időben. Tiszteltel és szeretettel köszöntöm a képernyők előtt, kedves atyám fiaid! Isten írott igéjét hallgassuk meg a Korintus beliekhez írott első levél első részéből, a 19-től 25-ig tartó versekből. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, akik üdvözlünk Isten ereje. Mert meg van írva, véget vetek a bölcsek bölcsességének és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondságá Isten a világ bölcsességét, mivel tehát a világ bölcsessége útján nem ismerte meg Istent, a maga bölcsességében. Tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Amen. Egy hit tanórán, egy diákon felkapta a fejét, felkiáltott, honnan tudja, hogy így szoktam tévét nézni. Ez akkor történt, amikor szokás szerint ennek az osztálynak is elmondtam, hogy nem csoda, hogy alkalomszerűen Lassúnak, unalmasnak, talán bontatottnak tűnik egy olyan alkalom, legyen az hittanóra, legyen az egy istentisztelet, ahol egy ember egy témáról hosszú perceken keresztül beszél vagy beszélget velük. Mert ha az ő otthoni szabadidejükre gondolunk, és talán sokan vagyunk, vannak így ezzel, amikor a televízió előtt ül az ember kezében a telefonnal, a telefonon, valamelyik közösségi oldalt böngészi, talán közben éppen csetelget, mellékesen zajlik a család élete, így egy perc alatt nagy valószínűséggel több információ és benyomás éri az embert, mint egy egész istentisztelet alatt vagy egy hittanórán. Ez persze nem azt jelenti, hogy a ma emberének ne volna szüksége a keresztről szóló beszédre, nagyon is. Csak közben a világ fejedelmének az az aktuális trükkje, hogy megszédíti a 20. 21. századi embereket, akik a napjaikat olyan technikai eszközök között töltjük, amit az előttünk járó generációk egyáltalán nem is ismerhettek. És ezzel önmagában nem lenne semmi gond, hogy könnyebbé teszi az életünket, amíg abba a csalók a hitbe nem terelnek, hogy az életünk ezek nélkül már nem is teljes ha már nem csak a szórakozást, a munka megkönnyítését jelentik, hanem abba a zsákutcába visznek, hogy a törékeny porhüve, porhüvelyünk hosszabb megtartását is tulajdonképpen csak eszközök, kütyük tudják biztosítani. Ismétlem, hogy csalóka, mert az emberkéz alkotta holmik, hamis tudásba az emberi elme képességét dicsőítő ingoványos útvesztőire tudnak terelni. Pálapostól évezredeken átívelő szava Isten szent lelkének vezérlete által, ezért bizony nagyon is aktuális időtálló ma is. Jó ugyanis azzal szembenézni, hogy a korunk diktálta mondjuk ki felsőbbrendű gőg, amelyel a ma embere mindent szemlél, az a gyakori mindent jobban tudás, amivel az emberek sokszor egymást kezelik, de talán magát az urat is az ige bizonysága alapján semmi lesz. Mert jöhetnek próbatételek, nem várt események, és akkor válik valósággá az életünkön Kálmán Farkas, egykori ormánsági, sósvertikei lelkipásztor, elődöm által szerzett 276. dicséret harmadik verse, amit talán mindannyian ismerünk. A földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmed és a hit. Csak azt el ne mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Van egy közkeletű eh, kifejezés, amit azt hiszem, hogy Mindannyian használunk, jól ismerünk, az életmentő. Életmentő lehet egy műtét. Életmentő a gát a nagy folyón az árvízzel szemben. Életet ment egy biztonsági öv. De hadd pontosítsuk ezt. Vannak valóban nagyszerű dolgok, amik <kül> meghosszabbítják az ember életét. De egyedül a keresztről szóló beszéd, amely örök életmentő. Lehet az a Szentírás lapjain olvasható, lehet az a hirdetett ige, vagy az élő hitből fakadó bizonyságtétel szavakkal, cselekedetekkel, szeretettel. Ezt jelenti, hogy tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Isten ugyanis sohasem hallgatott el, sohasem maradt néma. Talán olyan helyzetben lehet az ember, hogy nem hallja a szavát, vagy éppen nem képes megérteni őt, de a mi úrunk szüntelenül keres és kínálja a lehetőséget arra, hogy az ember meghallja a megfeszített Krisztus váltság munkájának örömhírét. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindannyian örömmel halljuk ezt. Jó az tudni, hogy Isten nem hagy el, hogy ő hűséges minden időben, hogy a magasságainkban, de a mélységeinkben is biztos társő. De mi van az emberrel? Mi van velünk? Hogyan állunk, kedves testvéreim? Ha pontosan is tudjuk, hogy kicsoda az életünk alapja, nem sodornak el a mindennapok másfelé talán anélkül, hogy azt észrevennénk. Gondoljuk csak végig, vajon változott-e valamit? Az akkor ott élő és ma itt élő emberek belső állapota. A külső, nyilvánvalóan jelentéktelen körülményeket leszámítva, van-e valódi különbség? Úgy látom, hogy nincs. Az apostol szavainak ugyanarra a belső lelki állapotra szól az üzenete. Ezért hallottuk az igében, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. A megütközés szó a Biblia eredeti nyelvén, a szkándálon bekerült a köznyelvbe is, amit úgy is ismerhetünk skandallum, azaz botrány. Eredetileg azonban ez a szó a csapdának azt a kis peckét jelezte, amihez ha hozzáért a csapdába került állat, és ha azt meglökte, legyen az egy madár vagy egy kisemlős, akkor bezárult körülötte a csapda, és megakadályozta abban, hogy tovább menjen. Pál, amikor a zsidókról és a pogányokról beszél, akkor két gondolkodásmódot állít elénk. Egy alkalommal, egy idős, kedélyes gyülekezeti tagommal autóztam, aki azt mesélte, amikor egy lelkész belekezd az ige hirdetésbe, ő már tudná is folytatni. Tudja, hogy mi lesz a vége. Erről szól a zsidóknak a megütközés, kifejezés, azaz a benfentességről, a belülről szemlélésről. Az engem már úgy se lehet meglepni, nekem már nem lehet újat mondani lelkületről. Amikor a megfeszített Krisztust hirdető misztériumot, csodát, tényeket az ember egyszerű, egyszerű, silány szófordulatként engedi el a füle mellett. Ez a csapdába ejtett megütközése. De még hadd említsem meg a belső tudásában gyönyörködő pogány görögök képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember hajlamos a legszentebb ügyet is elbagatelizálni. A Biblia szavával élve bolondságnak tartani. Isten ígéje tehát ezért csodálatos, mert felhívja a figyelmünket mindazokra a mélységekre és veszélyekre, amelyek minden időben élő ember életére veszéllyel, kockázattal tekintenek. A mi úrunk célja pedig most az, hogy kézen fogjon, hogy visszavezessen arra az útra, amit a megfeszített Krisztust, az örök élet mentő taposott ki minden hívő ember számára. Hittel hiszem, hogy az nem helyes út, ha csupán a pillanatnyi bajainkat visszük az élőisten elé. És azokra várunk most és azonnali választ, és megoldást akarunk, de utána fut tovább az ember, és többet talán nem kérő belőle. Legyen ezért a megfeszített Krisztusi az életünk közepe. Adjuk át neki a fő helyet. Legyen valódi életforma az ő követése. Merjünk ma először, vagy talán újból, töredelmes türedel szívvel eléállni, és elkérni tőle, hogy ő irányítsa a szavainkat, az indulatainkat, a mindennapi cselekedeteinket. Ő pedig, ha úgy akarja, megadja ráadásként az ő vigasztalását, de a tőle jövő erőt is, a gyógyulást, a bölcs szívet, a türelmet, az alázatot, a bátorítást, a békességet, mindazt, aminek ő az egyedüli igazi forrása. Amen. Minden időben Áldás, békesség.